Elsőként nekünk kell tudni gesztust gyakorolni ezen szervezetek iránt és ezen világvallások iránt. Tisztelt Ház, szabadjon legyen rámutatnom arra, hogy nem csak azok a szervezetek működhetnek egyházként, amelyek részére a törvény által bejegyzés biztosított, hanem mindazok, akik az újonnan szabályozott bejegyzési feltételeknek eleget tesznek. Fel kell hívnom szíves figyelmüket arra a rendelkezésre, hogy a bejegyzett egyházak akár törvény, akár más módon nyerték el a bejegyzést, azonos jogokat élveznek, és őket azonos kötelezettségek terhelik. Tovább megyek. Szabadon működhetnek azok a közösségek is, amelyek ugyan nem felelnek meg a bejegyzés feltételeinek, azonban a meglévő hatályos jog alapján, vagy később megalkotott egyesülési törvény szerint közösségi vallásgyakorlatot folytathatnak. A létszám kérdésébe engedjék meg, hogy felhívjam szíves figyelmüket, hogy azon országokban, ahol a bejegyzést küszöbb számhoz kötik, a most meghatározott és általunk javasolt 1000 fő az alacsony követelményrendszer közé tartozik. Nem kívánok hivatkozni a szlovákiai 20 000-es bejegyzésre, de bármely országot, amely küszöbb számot alkalmaz európai jogrendben, megtekinthetik és megállapítható, hogy az 1000 fő méltányos, mégpedig azért, mert ebben a döntésünkben tetten érhető, hogy nem tehetünk úgy, mint az elmúlt 20 év alatt nem történt volna semmi. Meggyőződésem, hogy egy egyházi törvényhez ez a méltányos és igazságos eljárás hozzátartozik. Tisztelt Ház, kérem Önöket, hogy jelen törvény megalkotásánál jó lelkiismerettel és nagy felelősséggel járjunk el, nem csak azért, mert sarkalatos törvényt alkotunk, de azért is, mert ez a legalapvetőbb és az emberi természet leginkább alakító szabadságjoghoz nem illenek a kicsinyes és sokszor személyeskedő pártcsatározások, és nem méltó, hogy a parlamentben egyesek vallásháborút kívánnak folytatni. Ezért közösen keressük a legjobb megoldást hazánk javára, és lelkiismeretem szerint minden jó akaratú ember üdvösségére, az örök haza javára. Soli Deo Gloria. Köszönöm tisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megkérdezem Szászvalvi László államtitkár urat kívánni a kormány nevében 20 perces időkeretben felszólalni. Igen. Államtitkár úr is kijön az emelvényre, megvárjuk, míg ideér. Köszönöm szépen, államtitkár úr, Öné a szó, parancsolja. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház, 16. Benedek pápa, Benedek Európája kultúrák válságában című könyvében a következőképpen fogalmaz. Idézem. Európa keresztény gyökereinek említésével jelezzük az erkölcsi tájékozódás forrásait, azaz azon alakulat identitásának egyik összetevőjét, ami Európa. Tisztelt Ház, kedves képviselőtársaim, új alaptörvényünk nemzeti hitvallása megállapítja, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt ennek a keresztény Európának a részévé tette Magyarországot. Alaptörvényünk elismeri a kereszténység nemzet megtartó szerepét, nagyra becsüli országunk különböző vallási hagyományait. Alapvetésének 6. cikke szerint mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Magyarország alaptörvénye biztosítja az állam és az egyház különválasztását, ezzel összefüggésben az egyházak autonómiáját, ugyanakkor a közösségi célok érdekében történő együttműködést evidenciaként kezeli. Az egyházak autonómiáját lényegesnek tartom nem csak mint keresztény demokrata politikus, de mint református keresztény ember is. Olyan egyháznak vagyok a tagja, amely hosszú évszázadokon keresztül küzdelmet folytatott a vallásszabadságért, illetve az egyházak önállóságáért. Tisztelt Ház! Az alaptörvény úgy rendelkezik, hogy az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.
Ennek tettek eleget képviselőtársaim az általuk benyújtott törvényjavaslattal. Külön szeretném kiemelni, hogy bár az alaptörvény csak az egyházak esetében írja elő a sarkalatos törvény megalkotásának a kötelezettségét, a javaslat előterjesztői különös fontosságot tulajdonítottak annak, hogy az a lelkiismereti szabadságot beemelje a sarkalatos törvény által védendő jogok közé, a törvényjavaslat széles körben mind egyéni, mind közösségi szinten biztosítja a lelkiismereti és vallásszabadság jogát. A törvényjavaslat preambuluma az egyházakat a társadalom kiemelkedő fontosságú, értékhordozó és közösségteremtő tényezőinek tekinti, melyek hitéleti tevékenységük mellett közcélú tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország, a társadalom, a nemzet életében. Különösen is elismeri a Magyarország történelmében és kultúrájában folyamatosan meghatározó jelentőséggel bíró egyházak kiemelkedő szerepét. Méltatja a vallásszabadságot biztosító törvényeknek egészen a 16. századig visszanyúló hagyományát. Az 1848-ban megszületett polgári Magyarországon is törvény rendelkezett a vallásszabadságról, az úgynevezett bevett vallásfelekezetek megnevezése által. 1867 után e megnevezés élt tovább. Az 1895-ös egyházpolitikai törvények a polgári és politikai jogok gyakorlását teljes mértékben függetlenítették a vallásfelekezeti hovatartozástól. Megerősítették a bevett egyházak felekezetek egyenlőségét, melyek közé az izraelita felekezetet is beemelték. Emellett lehetőséget adtak elismert egyházak működésére is. Az 1990. évi négyes törvény a lelkiismereti és vallásszabadságot, illetve az egyházak létrehozását széleskörűen biztosította. A későbbiekben azonban egészen nyilvánvalóvá vált, hogy az egyházalapítás rendkívül nagyvonalú feltételei lehetőséget adnak az alapjoggal történő visszaélésekre is. Így az egyházaknak járó állami támogatások jogosulatlan igénybevételére, a ténylegesen nem hitéleti tevékenységet végző szervezetek egyházként történő bejegyeztetésére. Ez vezetett oda, hogy ma Magyarországon több száz bejegyzett egyház működik, amelynek a pontos számát sem lehet tudni. Az álegyházak éves szinten már több milliárdos költségvetési kiadást jelentenek az ország számára. A kialakult helyzet indokolta, hogy a bejegyzett egyházak körét újra át kell tekinteni, tiszta, átlátható szabályokat kell megalkotni. Ennek során Deák Ferenc intését tartottuk szem előtt, idézem, a dogmákat minden vallás maga szabja meg a híveinek, a hívek higgyék meggyőződésük szerint, az államnak csak a politikai résszel lehet dolga, idézet bezárva. Tisztelt képviselőtársaim! Ezért is határozza meg a törvényjavaslat, hogy az állam a törvény szempontjából mit ért egyházon, illetve vallási tevékenységen. A jelenleg tárgyalt törvényjavaslat megfogalmazása szerint a vallási tevékenység olyan világnézethez kapcsolódó tevékenység, amely természet felettire irányul, rendszerbe foglalt hitelvekkel rendelkezik, tanai a valóság egészére irányulnak, valamint az erkölcsöt és az emberi méltóságot nem sértő sajátos magatartás követelményekkel az emberi személyiség egészét átfogja. Az egyház pedig az azonos hitelveket valló cselekvőképes, magyarországi lakóhelyen rendelkező természetes személyekből álló, önkormányzattal rendelkező autonóm szervezet, mely elsődlegesen vallási tevékenység gyakorlása céljából működik. E törvény alkalmazása során egyháznak minősülnek a vallásfelekezetek és vallási közösségek is kiindulva abból, hogy az egyház mint alapvető, kizárólag a keresztény közösségekre utaló alapvetően teológiai fogalom, az utóbbi 20 évben a köznyelvben ennél sokkal átfogóbb értelmezést nyert. Immáron magában foglalja a nem keresztény vallási közösségeket is. Miután a törvényjavaslat értelemszerűen ezeket a közösségeket sem akarja kirekeszteni,
egyenjogúságok biztosítások mellett kiterjeszti rájuk is az egyház megnevezést. Önmagában azonban nem tekinthető vallási tevékenységnek a politikai és érdekérvényesítő, a pszichikai vagy parapszichikai, a gyógyászati, a gazdasági vállalkozási, a nevelési, az oktatási, a felsőoktatási, az egészségügyi, a karitatív, a család, gyermek és ifjúság védelmi, a kulturális, a sport, az állat, környezet és természetvédelmi, valamint a tényleges hitéleti tevékenységhez szükséges adatkezelésen túllépő tevékenység. A törvényjavaslat továbbra is az egyházak egyenlő jogállásából indul ki. Ugyanakkor a jelenleg is hatályos alkotmánybírósági gyakorlat alapján deklarálja azt, hogy az egyházak tényleges társadalmi szerepét, az általuk ellátott közcélú tevékenységet az állam az egyházakra vonatkozó további jogszabályok megalkotásánál és a velük való kapcsolattartás során figyelembe veheti. Tisztelt Ház! A benyújtott törvényjavaslat meghatározó része az egyházak regisztrációjának újra szabályozása. Köztudomású tény, hogy az 1990. évi 4. törvény teljesen formális feltételekhez köti az egyházak bejegyzését. A törvényjavaslat új feltételek alapján rendeli el az egyházak bírósági regisztrációját, azt központosítja kizárólagos illetékességgel a fővárosi bírósághoz telepíti, ezzel is biztosítva az egységes, áttekinthető nyilvántartást. Amennyiben azt kérik, a jelenlegi egyházak a vallási tevékenységet is végző egyesületi kategóriába kerülhetnek. A vallásgyakorlás közösségi feltételeit ez a forma is maximálisan biztosítja. Az egyházi státusz elnyeréséhez a törvényjavaslat alapján 6 feltételnek kell eleget tenni. Csak az a közösség kaphatja meg az egyházi státuszt, amely elsődlegesen vallási tevékenységet végez, és tanításának lényegét tartalmazó hitvallással és rítussal rendelkezik. Emellett legalább 20 éve szervezett formában egyesületként működik Magyarországon, és legalább 1000 magyarországi lakóhelyen rendelkező természetes személy tagja van. Fontos továbbá, hogy az adott közösség az alapszabályát, létesítő okiratát, belső törvényét, szervezeti és működési szabályzatát, vagy az azoknak megfelelő más szabályzatot elfogadta, valamint hogy a szervezet az ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta. Végezetül, de nem utolsó sorban a közösség tagjai nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége nem ellentétes az alaptörvénnyel, jogszabályban nem ütközik, valamint nem sérti más jogait és szabadságát. A létszámmal kapcsolatban megjegyzem, hogy az 1000 fő még mindig igen alacsony létszám több Európai Uniós állam egyházi szabályozásához képest, így például a hazánkhoz képest kisebb lélekszámú Szlovákia esetében ez a létszámhatár 20 000 fő. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat részletesen meghatározza azt is, hogy a nyilvántartásba vételhez a fenti feltételek alapján milyen dokumentációt kell benyújtani. A bejegyzés elbírálásához a bíróság szakértők segítségét is igénybe veszi, hiszen egy bíró nem rendelkezik szükségszerűen a megfelelő háttérinformációkkal. Az egyházi bejegyzési eljárás során történő szakértői kirendelés részletes szabályait a törvényjavaslat felhatalmazó rendelkezései alapján külön rendelet fogja megállapítani. Az egyházi státusz elbírálásának feltételei is rávilágítanak, hogy a nyilvántartásba vételi eljárás csak olyan objektív kritériumok vizsgálatára szorítkozik, melyek megléte bizonyítja, hogy az adott közösség primér vallási tevékenységet folytat, illetve a megfelelő mértékű magyarországi honossággal rendelkezik. Ez természetesen nem érinti a vallási tevékenység belső teológiai hittani összefüggéseinek vizsgálatát, nem csorbítja az egyház belső autonómiáját. Tisztelt képviselőtársaim! Említettem már, hogy az elmúlt 20 évben nyilvánvalóvá vált, hogy az egyház alapítás rendkívül nagyvonalú feltételei lehetőséget adnak az alapjoggal történő visszaélésekre. Ezért a törvényjavaslat egyik legfontosabb törekvése
hogy az ilyen célokkal magukat egyházként bejegyeztető szervezeteket kiszűri az egyházak közül. Ez azonban nem érintheti hátrányosan egyrészt a Magyarország történelmében és kultúrájában folyamatosan meghatározó jelentőséggel bíró, többek között a már az 1895-ös vallásszabadságról szóló törvény alapján bevett, illetve elismert egyházak mellett a hitéleti és vallási tevékenységen túl jelentős közfeladat ellátó, a kormánnyal megállapodás kötő, illetve jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kisebb egyházakat sem. Ezért a törvényjavaslat ezeknek az egyházaknak, melyek a törvényjavaslat egyes számú mellékletében kerülnek felsorolásra, hivatalból történő kötelező bírósági regisztrációját rendeli el, amelyet az egyházi kapcsolattartásért felelős miniszter fog kezdeményezni. Ezen egyházak természetesen a törvény hatájánál fogva jogfolytonosan és, mint korábban jeleztük, az egyenjogúság alapján működnek. A mellékletben szereplő egyházakat minisztériumi megkeresésre a bíróság hivatalból bejegyzi, esetükben a törvény által előírt feltételeket nem vizsgálja. Több európai államban is példa van az egyházak törvénybe foglalt elismerésére, például a román, a szlovák és az osztrák szabályozás is hasonló jellegű, sőt Ausztria esetében arra is volt példa, hogy külön törvényhozói aktussal ismert el a parlament egyházat. Ismét hangsúlyozom azonban, hogy a törvényjavaslat egyenjogú egyházakat ismer el. Ezért az egyes számú melléklet alapján bejegyzett egyházak egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Az előterjesztő azonban célszerűnek találta, hogy különböző strukturális szempontok alapján csoportosítsa a bejegyzendő egyházakat. Tisztelt képviselőtársaim! Az 1 per A számú mellékletben azok az egyházak szerepelnek, amelyek történetisége, történelmisége vitathatatlan. Az 1895-ös törvény hatályba lépésekor már az akkori szóhasználat szerint bevett egyházaknak minősültek, illetve törvény alapján váltak elismerté. Nem gondolom, hogy ez a névsor bármilyen szempontból is vitatható volna. Az 1 per B jegyzék olyan egyházakat sorol fel, amelyeknek az elsődleges hitéleti tevékenysége mellett közfeladat ellátó tevékenysége jelentős, és a kormány megállapodás kötését is kilátásba helyezte ezen egyházakkal, amelyre a lista címe is utal, mint egy alanyi jogot biztosítva erre. Ez természetesen nem korlátozza a kormányt azon jogában, hogy bármely más arra érdemes egyházzal, amennyiben annak indokoltsága fennáll, szintén megállapodás kössön. Aki végig tekinti ezt a listát, el kell ismernie, hogy ezen egyházak rendelkeznek teológiai alapvetéssel, egyházi szervezettel, elegendő számú hívővel, és emellett hitbéli elkötelezettségükből eredően végeznek közcélú tevékenységet. Szintén komoly érdeklődés váltott ki az 1 per C lista is, amely az országos lefedettséggel rendelkező, illetve világvallásokhoz is kötődő jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kisebb egyházakat tartalmazza. Érezhető volt az előterjesztők igyekezete, hogy erre a listára jelenleg bejegyzett egyházak közül mindazok felkerüljenek, akik alapvetően egyértelműen hitéleti tevékenységet végeznek, a fenti feltételekkel rendelkeznek. Szerepelnek ezen a listán iszlám, buddhista, keleti keresztény és neoprotestáns közösségek egyaránt. Tisztelt képviselőtársaim! Kiemelném még a törvényjavaslat egyéb a kormány számára lényeges előírásait is. A törvényjavaslat biztosítja az egyházak részére a közcélú tevékenységek ellátásának lehetőségét, ezzel összefüggésben az egyházak és intézményeik hasonló tevékenységet folytató állami önkormányzati intézményekkel azonos mértékű államháztartási finanszírozását. Mindenki tudja, hogy milyen hosszú folyamat volt, mire az egyházak ezt a teljesen nyilvánvaló jogukat érvényesíteni tudták, amely természetesen nem az egyházakat privilégizálja, hanem azon magyar állampolgároknak biztosítja az egyenlő jogokat, akik egyház által fönntartott közfeladat ellátó intézmény szolgálatát kívánják igénybe venni. Erre tekintettel szükséges, hogy ez az elv
a sarkalatos törvényben is megfogalmazást nyerjen. Biztosítani kívánja a törvényjavaslat, hogy az egyházak az állam által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben hitoktatást tarthatnak, továbbá a felsőoktatási intézményekben hitéleti tevékenységet folytathatnak, illetve rendelkezik annak állami támogatásáról. Ugyancsak meghatározza a tábori, börtön és kórház lelkészi szolgálat kereteit. A törvényjavaslat az egyházak belső gazdálkodását tiszteletben tartja, a hitéleti célú bevételeit, egyházi adomány, persejpénz és azok felhasználását állami szerv nem ellenőrizheti. A törvényjavaslat a hitéleti célú bevételek közé sorolja az SZIA 1% felajánlást, illetve az ingatlan járadékot és ezek kiegészítését is. Ennek indoka, hogy például az SZIA 1% az állampolgároknak az egyházi alapműködés biztosítására történő felajánlásain alapszik. Az ingatlan járadéknak pedig restitúciós háttere van, hiszen a természetben vissza nem szolgáltatott volt egyházi ingatlanok értékén alapszik. Az egyházak, különösen az egyházi szertartások és az egyházkormányzat zavartalan működése, illetve a templomok, temetők és más szent helyek, valamint az egyház elnevezése, jelképrendszere, szertartásrendje, illetve közismerten használt neve fokozott jogvédelemben, az egyházi személyek pedig fokozott szabálysértési és büntető jogi védelemben részesülnek. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, az egyházak igen tisztelt képviselői, akik megtiszteltek bennünket ezen a mai napon, összegzésül a kormány támogatja az előterjesztett javaslatot, mert az garantálja a lelkiismereti és vallásszabadságot, ugyanakkor kiküszöböli azokat az anomáliákat, amelyek az előző évtizedek során előálltak Magyarországon. Biztosítja az állam és az egyházak alkotmányos szétválasztását, ugyanakkor lehetőséget biztosít azok együttműködésére a közös célok, a közjó előmozdítása érdekében, és ugyanakkor garantálja az egyházak teljes belső autonómiáját. A törvényjavaslat s a majdan elfogadandó új sarkalatos törvény lezárja az elmúlt 66 évet. 45 év kommunista diktatúra és 21 év átmeneti időszak után új korszakot nyit Magyarországon az állam és az egyházak kapcsolatában. Bízunk benne, hogy ez a korszak a bizalomról és a magyar társadalomért, a magyar nemzet megújulásáért végzett közös együttmunkálkodásról és együttműködésről fog szólni. Tisztelt képviselőtársaim, mindezeket figyelembe véve kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot megtárgyalni, azt jobbító javaslataikkal kiegészíteni, majd elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most a bizottsági álláspontok és a kisebbségi vélemények ismertetésére kerül sor a napirendi ajánlásnak megfelelően 5-5 perces időkeretben. Elsőnek megadom a szót Varga László képviselő úrnak, az Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Az Országgyűlés Emberjogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottsága 2011. június 14-én tárgyalta a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek jogállásáról szóló TPER 3503 számú beterjesztett törvényjavaslatot. A bizottság kormánypárti és ellenzéki képviselői több kérdést tettek fel a törvényjavaslat előterjesztői részére. A legtöbb kérdés nem a törvénytervezet szövegével vagy annak tartalmával volt kapcsolatos, hanem a tervezet mellékleteivel, mely három kategóriában összesen 44 egyházat, vallási közösséget sorol fel. Mind kormánypárti, mind ellenzéki részről kifogás merült fel
a Híd gyülekezete jegyzékbevételével kapcsolatban. Az előterjesztők a feltett kérdésekre megadott válaszai, valamint több értelmezési és fogalmi tisztázás után a beterjesztett javaslatot a bizottság a tárcsorozatba vételt 15 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett megszavazta, ugyancsak 15 igen, 3 ellen és 2 tartózkodó szavazattal a bizottság általános vitára alkalmasnak találta a törvénytervezetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés, a bizottságban kisebbségi vélemények is megfogalmazódtak, ezek ismertetésére is összesen 5 perces időkeret áll rendelkezésre. A Jobbik képviselő csoportja jelezte, hogy Mirkóczki Ádám képviselő úr majd a vezérszónoklatban fog kitérni a Jobbik által képviselt kisebbségi véleményre. Most megadom a szót Nyakó István képviselő úrnak a kisebbségi vélemény ismertetésére. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt ház! Én is fogok vezérszónoklatot mondani, mégis azért fontosnak tartom elmondani, hogy mi történt a bizottságban. Véleményünk szerint az pontosan látszik, hogy az előterjesztők 2 vélt vagy valós igényt próbáltak kielégíteni. Egyrészt a történelmi egyházakét, másodszorban pedig a nemzetközi szerződésekét, sajnálattal, de egyik sem sikerült véleményünk szerint. Másodszorban 2 fő problémát jegyeztünk meg a törvény javaslattal kapcsolatban. Természetesen a kategorizálást, amire kitért képviselő úr is, véleményünk szerint ez az állam előtti egyenlőség elvét sérti. Másodszorban pedig a vallás fogalmának definiálásával, az államegyház szétválasztásával kapcsolatos értékek sérülhetnek. Mi azzal egyet értettünk, meghallgattam elnök urat, de talán majd, hogyha még egyszer hozzászól, akkor nekem is lesz módon belekiabálni. Elmondtam és elmondtuk, hogy azzal nekünk semmi problémánk nincsen, hogy az elmúlt 20 évben egy törvényt most gorcsó alá veszünk megint, mivel 20 éves, ezeknek a vadhajtásait lecsapogassuk, ugyanakkor nem gondoljuk azt, hogy a meccést azt a tőnél kéne kezdeni. Ezért volt az, hogy 3-an ellene szavaztunk annak, hogy általános vitára vegyük ezt a javaslatot, és azt kértük a tisztelt előterjesztőktől, hogy vonják vissza azt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most megadom a szót Demeter Zoltánnak, az Oktatási Tudományos és Kutatási Bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Az Oktatási Tudományos és Kutatási Bizottság 2011. június 20-án hétfőn 10 órai kezdettel ülésezett, és a második napirendi pontban tárgyalta a bizottság a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslatot. Igaz, hogy csak az általános vitára való alkalmasságot vizsgálta a bizottság, és mégis a bizottság ülésén nagyon sok hozzászólás hangzott el, sőt, azt is mondhatom, hogy vita alakult ki, de ezekre én nem szeretnék most kitérni, mert az ellenzéki képviselők jelezték, hogy majd a mai általános vitában részletesen is el fogják mondani az ezzel kapcsolatos véleményüket. A bizottság tagjainak a többsége azonban üdvözölte a törvénynek a beterjesztését, mert úgy gondoltuk, hogy ezen a területen valóban áldatlan állapotok uralkodtak Magyarországon, és nagyjából ezt szerintem nagyon sokan látták és tudták is, csak épp nem tettek ellene 20 esztendőn keresztül. Úgy gondoljuk, hogy olyan alaptörvényt sikerült megalkotni, amely alapvetően jó választ ad az előttünk álló kihívásokra is. És hogyha sokat beszélünk arról, hogy Magyarországnak megújulásra van szüksége, akkor én azt gondolom, hogy nem csak gazdasági megújulásra kell gondolni, hanem erkölcsi és morális megújulásra is gondolnunk kell, és ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, meg tudjuk valósítani, mindenképpen szükség van az egyházakra is. Mindezeket figyelembe véve a bizottság többsége 3 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr!
A kisebbségi vélemény ismertetésére megadom a szót Hiller István képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr. Elnök úr, képviselő asszonyok és képviselő urak, az egyházakkal